Ausztria és Szlovákia sem szeretné az EU-ban látni Ukrajnát egyelőre. Az ukrán elnök Washingtonba érkezett támogatást kérni. Az izraeli erőket most a Cisjordániai Jeninben betették be. Ez a hírmix, az Ultrahang Plus hír összefoglalója. Szép napot, Túrosi hát vagyok. Azonnal kezdünk, de előtte arra kérek mindenkit, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra. Köszönjük! Az Egyesült Államokba érkezett Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, és beszédet tartott az amerikai elnök Joe Biden és a kongresszus vezetőibe való találkozók előtt, napokkal azután, hogy a republikánusok ellenezték Ukrajna további finanszírozását, hivatalosan azért, mert a demokraták semmilyen javaslatot nem tettek a törvénybe a mexikói határhelyzettel kapcsolatos problémák kapcsán. A Pentagon elkezdte beosztani az ukránának nyújtott segítséget, és figyelmeztetett a támogatás lehetséges teljes megszüntetésére az év végén. Zelenszky azt mondta az NBC News szerint, idézem, "Mindenki itt jól tudja, mit jelent egy katonának a munícióra várakozni, hetekig, hónapokig várni, anélkül, hogy tudná, érkezik-e segítség. Mindenki, akinek vezetői tapasztalata van, tudja, hogy mit jelent, amikor az előre mozgás helyett csak nézünk, várunk a páncélzatra vagy a felszerelésre, miközben az ellenség elégedetten készülhet a támadásokra. Zelenszky könyörgése azonban süket fülekre találhat a Financial Times szerint, ugyanis a republikánusok egy része makacsul ellenáll. Judy Wentz, Ohio republikánus szenátora azt mondta, hogy valósággal megsértette Zelenszki eheti washingtoni látogatása, és innentől idézem a szenátort, nem dolga az Egyesült Államoknak, hogy pénzt adjon mindenféle csórónak, aki az országunkba jön kéregetni. Ő idejött, hogy nyaggassa és megfélemlítse Johnson házelnököt és a szenátusi republikánusokat, hogy feladják a határbiztonsági tárgyalásainkat, hogy neki újabb fedezet nélküli csekkeket írjanak. De most nem Churchill jött ide a II. világháború kellős közepén, tette hozzá Wenz. Az EU aktív európai diplomáciai forrásokva hivatkozva arról számolt be, hogy Ukrajna EU csatlakozási tárgyalásainak hivatalos kezdete márciusra tolódhat, ha Magyarország nem adja meg hozzájárulását az EU csúcson ezen a héten. Szlovákia az Európai Unió második országa, amely ellenzi Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdését. A szlovák parlament külügyi bizottságának elnöke Marian Kéri szerint, ha Ukrajna az EU tagja szeretne lenni, még sok lépést kell megtennie és hosszú utat kell bejárnia. Idézem most Kérit. Az az időszak, amikor az országok pusztán politikai döntés alapján csatlakozhattak az EU-hoz, már elmúlt. Most Ukrajnának is meg kell felelnie minden kritériumnak, ahogy a Szlovákia esetében is történt. A Topki szerint, ez egy szlovák oldal, a kereskedelmi alapon működő Szlovákiában és Seországban tevékenykedő cégek által nyújtott katonai segítség továbbra is folyhat Ukrajnába. Ezt nem befolyásolja a szlovák kormány álláspontja ebben a kérdésben, mert az új szlovák kormány állami támogatást nem akar adni, magáncégek azt csinálhatnak továbbra is, amit jónak látnak. A Prágában nyilatkozó Juraj Blanár, szlovákia külügyminisztere elmondta, hogy az új szlovák kormány álláspontja a média által sugaltól azért eltér. Ő azt mondta, idézem, folytatni szeretnénk a humanitárius segítségnyújtást, és más módon is segítenénk Ukrajnának, például aknamezők eltakarításával, mert ez békés jellegű. Planár szerint a szlovák kormány azonban nem kíván fegyvereket vagy fegyverrendszereket nyújtani Kijevnek a szlovák fegyveres erő készleteiből. Planár azt mondta, egyrészt már alig van, amit adhatnánk, másrészt saját biztonságukkal kell ezután foglalkoznunk, és úgy gondoljuk, hogy szükséges békés kezdeményezéseket is indítani az EU szintjén. Hozzátette, hogy a szlovák kormány szerint a konfliktus katonai úton való folytatása nem vezet eredményre, jobb lenne hosszabb időre befagyasztani, mint folytatni az öldöklést. De mindaz, ami kereskedelmi alapon működik, a Szlovákiában és Csehországban tevékenykedő cégeken belül, az nem befolyásolja az álláspontukat, és ez normális módon folytatódik, ahogy eddig is, tette hozzá a szlovák diplomácia vezetője. Ausztria kancellária Karl Nehamer is bejelentette, hogy országa nem fogja támogatni az Ukrajna EU tagságára vonatkozó tárgyalások megkezdését. Ausztria vezetése emellett nem támogatja az EU hosszú távú költségvetésének felülvizsgálatát sem, amely magában foglal egy akár 50 milliárd eurós ukrán programot. Ausztria így a harmadik ország, amely ellenezte Ukrajna EU csatlakozási tárgyalásait, adta hírül az orosz TASZ hírügynökség. Az ukrán elnök Volodymyr Zelenszky találkozót javasolt a brazil elnöknek, de az visszautasította őt. Írja a helyi O Globo, a brazil külügyminisztérium forrásaira hivatkozva. Zelenszky miközben Argentinába utazott Javier Milei beiktatására két órás megállót tartott Brazíliában a repülőgép feltöltésére, és ekközben megpróbált megszervezni egy gyors találkozót Luis Inácio Lula de Silvával. Azonban ő visszautasította az ukrán elnököt, mivel éppen egy csúcs találkozón vett részt Rio-ban. A források kiemelték, hogy a találkozó időzítése és körülményei szokatlanok voltak, és Zelenszky még a tárgyalások témáját sem volt hajlandó megjelölni, csak azt, hogy éppen most Brazíliában van és beszélni akar a brazil elnökkel. Adta hírul a Brazil Bungie News. Az Európai Unió külügyminiszterei nem tudtak megállapodni arról, hogy 500 millió eurót biztosítsanak Kiev számára az európai béke alapból jelentette be Josep Barel, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az ukrán Novoizdánya szerint. Hozzátette, hogy az EU párbeszédet indított Ukrajnával a jövőbeli biztonsági garanciák, a katonai segítségnyújtás és a hosszú távú finanszírozás biztosításának érdekében. A magyar és az ukrán miniszter először találkozott 2022. februárja óta. Dominik Kulaba, ukrán miniszter elmondta, hogy a találkozó fő témája Ukrajna-Európai Unióhoz való csatlakozási tárgyalásainak megkezdése volt. Idézem őt. Értem, hogy mindenki választ vár, igen vagy nem, adjanak egy kis időt. Én most jelentést teszek az elnöknek, Péter pedig a saját miniszterelnökének fog beszámolni. Mondta Kulaba, a TSN ukrán híroldalnak, ez a híroldal az Odin plusz Odin TV tulajdonában áll. Ezen futottak korábban Zelenszky műsorai. A találkozó után Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy Ukrajna EU-ba való belépésének döntése történelmi jelentőségű lesz az egész Európai Unió jövője szempontjából. Szerinte az Európai Bizottságnak szinte nincs elképzelése arról, hogy Ukrajna uniós tagságának milyen hatása lesz az egész blokkra. Természetesen beszéltünk a kisebbségi törvényről is, és azt is elmondtam a kollégámnak, hogy Magyarország várja a 2015-ös feltételek visszaállítását, tette hozzá Szijjártó Péter. Az Institut der Deutschen Wirtschaft kutatása szerint Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozása 130 és 190 milliárd euró közötti összegbe kerülhet. Amennyiben Ukrajna csatlakozik, az ország a blokk teljes költségvetésének akár 17 át is megkaphatja. Az intézet szerint Jelenleg Ukrajna népessége 31 millió fő, a háború előtt 43,8 millió volt, míg a mezőgazdasági területek nagyságát 27,9 millió hektárra becsüli, a háború előtt 32,9 millió hektár volt. Több mint 10 a azoknak az izraeli katonáknak, akik a gázai övezetben baráti tűz és balesetek következtében vesztették életüket, jelentette The Times of Israel az izraeli hadsereg adataira hivatkozva. A földi műveletek kezdete óta 105 emberük halt meg, közülük 20 baleset következtében. 13 ember halt meg téves azonosítás miatt légicsapások és tűzérségi támadások során, további kettő fegyverhiba következtében. Néhány katonát páncélozott járművek is megöltek. Az izraeli erők úgynevezett terrortámadás elleni műveletet indítottak Jeninben, mely során egy izraeli légitámadásban négy palesztin halt meg. Ők az izraeli hadsereg szerint robbanószereket dobtak az izraeli erőkre. A hétfő este megkezdett művelet Jenin városában és a Jenini menekültáborban zajlik. Ez nem Gázában, hanem Cisjordániában található, és a palesztin ellenállás szimbóluma a hely. Az évtizedek során rengeteg fegyveres és merénylő került ki Jeninből, vagy készült fel éppen ott. Ezúttal a fegyvereket és lőszereket foglaltak le az izraeli erők, valamint egy robbanószer laboratóriumot romboltak le szóvivőjük szerint. Az araforrások szerint alagutakat is kerestek az izraeli hadsereg tagjai, és betörtek lakóházakba, ahol házkutatásokat tartottak. A csapatok fegyvereket, lőszereket és a robbanószereket találtak, valamint egy megfigyelő helyiséget. Kedreggel az izraeli erők 636-os egység egy olyan csoportot észlelt, amely korábban robbanószereket dobott izraeli katonákra és tüzet nyitott ezért egy izraeli repülőgép lecsapott és megsemmisítette őket. Paleszti jelentések szerint a támadásban négy palesztin meghalt. A művelet folyamatban volt addig, amíg ez a hírmix elkészült, a legutolsó információ szerint az izraeli erők több tucat gyanúsítottat fogtak el. Joe Biden, amerikai elnök azt mondta, hogy az Egyesült Államok addig fogja fegyverekkel támogatni Izraelt, amíg az teljesen el nem pusztítja a Hamaszt, közölte a CNN. Két napos tanácskozást tartott Kína vezetése a kínai állami Xinhua hírügynökség szerint. 2023-ban a COVID-19 elleni három éves küzdelem után Kína gazdasága helyreállt és fejlődött. A hírügynökség szerint a tanácskozáson megállapították, hogy az idei év során Kína megbírkozott a külső nyomásokkal és belső nehézségekkel, gazdasága javulást mutatott, és a magas minőségű fejlődés folytatódott. A nemzetközi megfigyelő szerint a kínai gazdaság javulása növelte a világgazdaságban a növekedésbe vetett bizalmat. Idén a kínai gazdaság emelkedésével az első három negyed évben a GDP 5,2%-kal nőtt, ami a világ főbb gazdaságai között kiemelkedő. Emellett az év első háromnegyed évében a végfogyasztás hozzájárulása a gazdasági növekedéshez 83,2%-ra, a harmadik negyedében 94,8%-ra emelkedett. Az IMF kínai vezetője, Steven Ban, kijelentette, hogy Kína a világgazdaság legnagyobb motorja. Hozzájárulása a globális növekedéshez, annak egy harmadát teszi ki. A japán szugen elnöke, Sumohara Száó szerint, Kína gazdasági fellendülése nyilvánvaló, a világ főbb gazdaságai között kiemelkedő növekedést mutat. És Kína gazdasági növekedése nagy hatással van az Ázsia csendes óceáni régió gazdasági fejlődésére. A nemrégiben véget ért tájföldi nemzetközi autókiállításon egyébként a kínai elektromos autók a több mint 30 kiállító márka közül az értékesítési listát vezették. Ez korábban soha nem fordult elő az autókiállításokon, adta hírül tájföld legnagyobb autós híroldala. A hosszú ideje japán belső égésű motorok által dominált tájföldi piacon, ez a helyzet meglepő, és tájföld viszonya Kínához történelmi okokból nem mondható egyértelműen pozitívnak. A szlovák fuvarozók uniója az UNAS december 11-én hétfő késő délutántól újra megkezdte a tiltakozását a felső németi Ungvár határátkelőnél, hogy megakadályozza a kamionforgalom belépését Ukrajnából Szlovákia területére. A tiltakozás a lengyel és magyar kamionosokhoz hasonlóan az ukrán fuvarozók számára az Európai Unióban kiadott engedélyek eltörlésére irányul. A TASR szlovák hírügynökségnek az UNASZ tagjai és a rendőrség is megerősítették ezt. Az UNASZ vezetőség ezt az információt értékelve és a szlovák közúti fuvarpiacra gyakorolt hatásokat figyelembe véve döntött így. Idézem, így csatlakozunk a november 6-ától Lengyelországban és december 11-től Magyarországon szervezett tiltakozásokhoz, közölték a szlovák jói kereskedelmi tévé híradójával. Tehát Szlovákiából Ukrajnába be lehet jutni, Ukrajnából Szlovákiába nem. Eközben a lengyel rendőrség erőszakkal oszlatta fel a fuvarozók tiltakozását az ukrajnai határállomások egyikén, közölte a lengyel RMF Rádió. Számos videó terjed a TikTokon, a Facebookon és a Telegramon a rendőr intézkedésről. A lengyel rendőrség intézkedése azután történt, hogy tegnap Lengyelországban a Szejme megválasztotta miniszterelnöknek Donald Tuskot. 248 igen, 201 nemmel. Ma két órás beszédet mondott. Ebben többek között arról beszélt, hogy Brüsszelbe indul, hogy meggyőzze az uniós tagállamokat, továbbra is támogassák Ukrajnát. Illetve azt is mondta, hogy az EU-s pénzeket is haza akarja vinni. Ekközben az egyik legmegosztóbb téma Lengyelországban az, hogy miként mutatta be ezt a lengyel állami televízió még hétfőn, a TVP esti hírműsorában a Vedomostyiban. A hírműsor műsorvezetőnője, Edith Lewandowska a következőt mondta idézem. A szem második alkotmányos lépésben kormányfőt választott. Holnap szavaznak a bizalmi szavazáson. Mindezt úgy, hogy Donald Tusk nevét nem említették egyetlen egyszer sem. Tusk neve csak a további anyagok beharangozójában jelent meg, Mateusz Morawiecki és Jaroszláv Kaczynszki nyilatkozatai után. Ezt követően a Morawiecki vezette kormány eredményeit sorolták, többek között azt, hogy kormányzások idején lett Lengyelország a világ 20 legnagyobb gazdaságának egyike. Korábban is előfordult a választások óta, hogy a jog- és igazságosság párthoz közeli médiumok egyszerűen nem vettek tudomást Donátuszkról, és úgy csináltak volna, mint hogyha Kaczyński pártja alakíthatna kormányt. Ám az állami médiacégtől ehhez hasonló jelenséget korábban nem lehetett tapasztalni Lengyelországban. Az Európai Bizottság szerdán feloldja a Magyarországnak korábban jogállamisági problémák miatt felfüggesztett 10 milliárd euróját. Közölte az ukrán Evrapészka Pravda. Ezt az újságot egyébként az Európai Unió és az Egyesült Államok is finanszírozza, ők a USA-den keresztül. A bizottság azt közölte, hogy Magyarország finanszírozása nem kapcsolódik ahhoz, hogy az ország blokkolja Ukrajnával kapcsolatos döntéseiket a közelgő EU csúcson. Források szerint Budapest valóban teljesítette az EB által megállapított követelményeket a bírósági rendszer reformjával kapcsolatban, írja az ukrán újság. Kijevben meggyújtották Európa legnagyobb menóráját, közölte a polgármester Vitali licskó. A ceremónián részt vett Izrael és Argentína nagykövete, valamint az Egyesült Államok ideiglenes ügyvívője. Egy Nobel-díjas író elírta az irodalom szót, jelentette a Norvég Verdensgang. A norvég író Jon Fossett szék aláírásával követte el a hibát a Nobel Múzeum éttermében, ami a díjátadó ünnepség hagyományos része. A norvég helyesírás szerint a literatúr szóban háromszor kellene szerepelni a tébetűnek, ebből egy helyen kétszer, de Fosse ott csak egyszer írta le. Azt mondta, most látom, hogy sietve hibáztam, ez csak egy elírás, természetesen tudom, hogyan írják helyesen az irodalom szót norvégul. Talán az angol helyesírás zavarhatott meg, de ezzel is meg tudok birkózni. A díjat odaítélő védakadémia azt mondta, hogy a díjazás újító színdarabjaiért és prózájáért, amelyek kimondhatatlan dolgoknak adnak hangot, kétségtelenül kiárt már Jon Fosszénak, írta a Norvég Lap. Ez volt a Hírmix, az útra plusz hír összefoglalója. Ha hát tetszett ez a videó, kérjük ne felejts el lájkolni, és hogy talált benne erre érdemes hírt, küldje el az ismerőseinek is. Ha pedig kíváncsi arra, hogy miként dolgozom fel szellemesen, humorral a világ nagy történéseit, ajánlom figyelmébe a News című műsoromat az én csatornában. Ezt megtalálja a leírásban. Köszönjük szépen a figyelmét, viszont hallásra!